Sziasztok srácok, Zsuzsi Devlamárole vagyok. Magam mögött csak fingszagot hagyok. Hát biztos, ahogy mert nagyban nyomom a verseleket, ott se hun senki. Vágott csoti. Mert a Facebookra kipattintom nagyba. Szemünk gyönyörű, mint a veres hagyma. No, gyerekek, az van, hogy nem is igazán helyreállító, mert azt írtam, hogy a Facebookra, arckönyvre kipattintottam, hanem csak ilyen csohóckodás lesz. This is good. Úgyhogy belepattanunk nagyba a kecskébe, karakterünk kinnál a teraszon szaros fecskébe. Oh shit. Már űzöm is neki egyből. Na, az az ok fejtéses nokedli szaggató, hogy elbohóckodunk itt. Nem tudom, túl hangos a játék. Mindjárt meg is csekkolom ezt gyorsan. Most mindenki hallott, hogy lepattintottam a hangerőt. Szegasztok! Ha esetleg hangos a téma, akkor okádjátok a csötre, please. Igen, most élesbe teszteljük a témát. Most szögeltem össze a gépet egyébként, tehát azt se tudom, hogy mi van. Nyomjunk egy single player-t. Megfejeljük a single player-t, gyerekek, teli homlokkal, izomból a gombot. New game. Hát ugye most az előző patchben azt írták ezek a mocskos tevenyerek gyártók, hogy nem tűnnek el a mentések, de én most teszteltem, és nekem eltűnt. Úgyhogy reporttal The Forest készítők. Rohadjon rájuk a cipő. Úgyhogy new game. És ennyi. Easy-be lehozzuk. Hát most így elbohóckodunk a The Forest világába kicsit. Hívom a papagájomat, nem más, mint a Ricsit. Pacsi mindenkinek, gyerekek. Üdvözlök mindenkit. Nem tudom, nem hangos a játék, vagy én vagyok hangos. Semmi ilyesmi nincs, jó van, örülök neki. Most mi van? Miért nem forog az a kurva balta? Jesus! Itt is vagyunk, itt van a golyós dezodor fejű gyermekünk. Az anyja egy Old Spice dezodor volt, ugye én meg az apja. Így megszületett. Lakatos, Old Spice fejű Jóska gyerek. Mindegy, skippeljük el, nem vagyunk kíváncsiak az ilyen durva drámai dolgokra. Lezuhanás. Majdnem elsírtam magam. Gyerekek, nem zug semmi? Úgy hallom. Ne idegeljetek. Tehát minden rendben van a hanggal? A hangval. Hát összeszedjük itt a feleseket nagyba. Posztoljuk a Facebookon, hogy lezuhantunk a repülővel, és dobunk egy szelfit a roncs előtt. Nézzük. Itt van a jó kis MSP és a balta. Ennyi. Easy win. Gyerekek, lehoztuk. Na, összeszedjük itt nagyba gerebjével a cuccot, és belevetjük magunkat a lecsóba. Azonnali hatállyal. Kinyitjuk ezt a kicsit buzis bőröndöt, mert ez vogóny. Én nem tudom, de olyan alapzajt hallok. Ti nem hallatok susogást? Ilyen hang. Mert szétbasz az ideg mindjárt. Menten. És akkor gyerekek. Nézzünk egy bőjeállítóst. Vagy hogy néz ki a téma. Leveszem most médiumra. Hogy minden fasza legyen. No, levergődünk a partra, gyerekek, körülnézünk, mint kezdő buzi a bárba, a strandon, és énekeljük, hogy szűrt limonádi, meg ilyenek. Én ilyen susogást hallok, kurva idegesítő, mindegy, szarni bele. Lehet, hogy a szomszéd flexel itt éjszaka. Csori szomszéd. Hopp, gyerekek. A hegynek az ánusza előttünk feltárul.
A Csáki mindig prostata kupont árul. Csori Csaki. Szevasz Csaki. Szaradj ki a picsád. Ezt el kéne tennünk már nagyba ezt a telót. Elvergődünk a túloldalra. Átukádjuk szottya testünket. Határozott léptekkel. Ilyen hűtés van. El van mondva a videóban, nyakad nyúljon meg. Hát nézed meg. Ott abban el van mondva. Várjál, nem jó fele jövök most, nézem, bazd meg. Leereszkedünk, mint langyos kutyaszar a domboldalon. Oh, Jesus, mi volt? Jött egy izé, follow. Oh, oh, follow you. Nyald meg a bokám. Ez olyan szomorú. Gyerekek, keresnünk kell egy helyet, ahol ocsmány gusztustalan testünket pihenőre tehetjük. És a busmanok szottyat, golyóit szánkba vehetjük. Kérdezik, hogy nálam hány óra? Hogy érted ezt? Mire célzol? I don't hallani téged, látni. Na, hát végig recsegünk, hát valami izét kéne találni, valami megállás ügyileg. Valami kis placot, ilyen kis építési területet. Ja igen, páratlan páros, mert ez a köcsök Kodi, képzeljétek el, mondta, hogy jön, azt inkább Heroes of the Storm-azik. Milyen egy buzi. Igaz. Mondta, hogy inkább nem akar veletek beszélni sem, mert izé rosszba vagytok évek óta. Azt inkább stormozza a hírót. Na mindegy. Át kéne írnom a címét, hogy The Forest. Skizofrén én önön valóságommal. Gyerekek, hát kipattintjuk ezt a fát. Szöcskevágó ügyileg MSZP-s balta hasítja a levegőt. Gyerekek, hát micsoda? Már rendesen hiányzott komolyan, gyerekek, hogy itt buzulhassak a fával a susnyásba. Hát kinek ne hiányozna? Pityukom a hasítja nagyba a fát. Közben a finkszak miatt vág savanyú pofát. Összeszedi a rönköt, hordja is serényen. Még egy vízholyag nem nő a sok munkától a tenyéren. Leszalad a réten, hozza a többit is nagyba. A teste olyan, mint a vörös hagyma. Szaga is olyan, sirat is kicsit. Jobb, mint az Áder János, ki sikkasztott egy bisit. Oh, Jesus! Na, gyerekek, ez a rögtönzött, this is good. Mi a faszom? Vörselek. Gyerekek, itt a töltésen fogunk lakni, mi leszünk a gátvéder. Árvízvédelem ügyileg elhelyezkedve fogunk recsegni. Nyugodjon le mindenki a retekbe. Egy köbméterfát beleokádunk a kis szutykos. Ez mi? Nem is tudom, hogy hívják. Tehát, amúgy se tudom, miért ezt építem. Oh shit. Amikor ott van az a szutykos izé. Mi a bánatos lekváros nokedli. Tudjátok, mire gondolok. Schölter. Das ist Schölter. Üssed, geci. Kérdezik, hogy lesz-e rizsavörd. Hát most nem. A stream alatt nem lesz. Tudjátok, mint Ariel a korallzátonyt. Lendületbe megfejeljük a cuccost. Igen. Hülye vagyok. Nem ezt kellett volna építeni, bassza meg a jegesmedve. Hanem tudjátok, mint ezt. És ez azért, mert oda be tudunk bújni, ha jönnek a busman arcúak, mint a McDonald's-ba kihajolunk, kiosztunk egy paraszlengőt, tudjátok, azt ennyi, easy win-be lehozzuk, úgyhogy inkább egy ilyet csinálok, nem tudom ezt már törölni. Hello, faszt. Mutasd a pinád, te gyík. Gyerünk, adunk neki egy tocit. Alulról nyalhatod majd a réten a bocit. Anyakad. Hopp, Csori, hogy lefejelte. Most ezt a videó lett, kilassítottam volna, hogy fejjel levette a rönköt, az biztos, gyerekek. Na nézzük meg, hogy mi van itt nekünk. Már arborügyileg vagyunk elhelyezkedve, még csak most zuhantunk le a repülőt, ki se hevertük még. Még Csori Stewardess gyönyörű teste, bár élettelen, de még meleg sem hűlt ki. Meg is gyalázhattuk volna, de inkább elmenekültünk. Nem is értem pityukomát egyébként, hogy nem élt a lehetőséggel. Na figyelj ide! Nagyba
Nem hazudok neked. Ide lekloffalunk egy izét. Egy tüzet. That is good. Van hangja a játéknak, gyerekek, mindenedben? Valamiért nálam változott a hallási viszonyok. Vagy lehet, hogy egy kibaszott ágyús voltam, még nem videóztam, tudtamon kívül, és megsüketültem, de én kurvára nem hallok semmit a játékból. Úgyhogy ezt is kikloffoljuk nagyba, aztán csak összejön a kis McDonald's-uk. Gyerekek, ez egy új vállalkozás, nincs ezzel gond egyébként, viccen kívül. Elmondanám nektek, hogy egy új vállalkozást nyitunk. Az első McDonald's a Busman arcúak szigetén. Visszük tovább a márkát, gyerekek. Igaz, jogdíjat nem fizettünk érte, tehát ha már kockáztatjuk szutykos, ótvaros testünk épségét, akkor desziszt ennyit megérdemlünk. Áthasítunk itt nagyba. Penetráns fingszak veszi körbe az új McDonald's-ot. Nem tudom, mi ez a köd. Miért van köd? Gyerekek, ez így nem lesz jó. Hát Péter Árpád nem ezt ígérte. Nagyon formában vagyok ma, bazd meg. Mi van velem? Na mindegy. Biztos az öröm, gyerekek. Az üröm. Na várjatok. Az a baj, hogy szar került a palacsintába, mert csak molotovot tudunk csinálni. Tehát semmilyen energia ügyileg nem tudunk elhelyezkedni. Hát... ott van lent egy rönk. Szarokra. Mire lemegyünk, bazd meg. Csori pityukom a nyaka megnyúlik ötször. Nem terveztem egy olyan nagyon hosszú streamet, gyerekek. Egy másfél óra. Bocsánat. Szóval egy másfél órás megmozdulás lesz, vagy kettő. A fénysé tudja. Pityukom a gyíkhús soha meg nem unja. Pirítja is lazán. Kár, hogy nemi betegség miatt hólyag nőtt a... Na mi rimmel erre? Hát a faszán, nagyon ügyesek vagytok. Bocsánat, gyerekek, de elnézést kérek. Énekeljük egy dalt addig. Basznak a verebek a jegenye fán. Súvap, vappap, súvap. Míg megsül a gyékunk, meg is sült nagyba. És már van energiák, nézzük, mennyi érzékel? 6-13, hát még kelleni fog hozzá, és nem biztos, hogy ez az energy elég lesz rája. Azt a kurva, de megijedtem. Valaki follow volt, köszi szépen egyébként, de olyan hangos nálam az a kurva macska, hogy egyszerűen nem bírok magammal. No. Azért mondom, te neked, hogy szaros a feneked. Ezt is kiokádjuk nagyba, szeleteljé, pityú! Szeleteljé! Mert baszok rád olyat összeesel, mint a napozó ágy, geci. Na várjál. Kólát kell zabálnunk. Igen. Ja, szóda. Ja. Nem kóla, elnézést. Hosszú lépés, gyerekek, hosszú lépés. Szóda, kis fehérbor. Egy igazi házmester energiaital, hopp, egy kis laggocska. Dőjé, Maris, dőjé. Na, pusztulj be. És akkor, nem lesz végkész? Nem. Még kell még a McDonald's. Gyerekek, az új brand a szigeten. Az első McDonald's megépítése megtörténik. Ugye itt a kiszolgáló ablak, és itt lesz a kis konyha rész, ahol a kutyaszaros palacsintát tudjuk melegen tálalni a Busman arcúaknak, csupa szeretetbe csomagolva. Hát nem romantikus. Mert álmaimban Amerika visszainteget. Tényleg a messzes csöcsű Rozi. Hát itt vagyunk, gyerekek, hiányolt már minket, mint ahogy a Facebookon is posztoltam. Niki Cank egyébként, hát sírtam azon a képen, nem tudom, aki látta, csinált egy képet. Kegyetlen volt. Csori messzes csöcsű ott rít, hogy nem bírja a pityukom a szottyat golyóit masszírozni. Ó, bazd meg, azt hittem már megérkeztek. Ó, shit! Hát gyerekek, hát nem romi. Möntünk egyet most már. Na, geci. Most minek, hogy most mi lesz? Jó kérdés. Megnyit a McDonald's-á, itt is van, innen tudjuk kihajolva osztani a paraszlengőket, a tockosokat, csorik, és akkor lendületesen
hogy hogyan tovább. Hát most arra gondoltam, hogy itt elbóklászunk, és egy barlangba is le kéne venni. Mert föl kéne szívni magunkat hozzá, mert olyanok vagyunk, mint egy járva szegélyre szikkadt kutyaszar ebben az állapotban. Se fegyverünk, se semmi, és még a kajánk is elég szutyok. Na várjál. Bocsánat, gyerekek, viszket a bal szemem. Hát remélem, hogy nem sírni fogok. Ahogy a babona is tartja. Szegény Pityunak szaga olyan, mint egy döglött marha. Jó, valami kaját kéne nekünk itt eszkábálni. Illetve... állap... bazdmeg, ez a macska víjogás. Komolyan. Mi a bánatos lófasz ez, ronyba tekert? Ide lecuppogtatjuk csori izéket, logokat, és akkor mi kell nekünk? Igen, csinálunk egy ilyet, ezt figyeld, ez most jó haszna lesz ennek, gyerekek. Das ist konyha kört. Hol a faszomba van? Na várjál. Várjál, Pista. Hopp, itt is van, gyerekek. Hát, ha busmarozállal összekloffolunk és összekufircolunk egy gyermeket, akkor csinálunk egy homokozót. Hát, ha... nézem közben amúgy, hogy mi a faszom van. Ja, hogy mit írtok a cseten. Na, hol is tartottunk? Ja, igen. Itt van a kis retkes homokozónk, messzes csöcsüvel összekufircolunk egy puját, és itt nevelgetjük majd, már csak egy kutya hiányzik, hát nem tudom, a pókasszony majd tol nekünk egy mutánst, az lesz a, úgy nevezzük, hogy Buksi. Mi van Buksi? Bepisíte! És a többi, tudjátok. Ezt is kivágjuk. Csorifa. Üssed, Margit, üssed. Azt a kurva, még jobb bal kéz. Hát milyen figurákat tol. Hát nem ismerek rád, Pityu. De az előző részben meg olyan puding voltál. Hát melléd ütött egy busz, van a belilult a levegő is. Most meg főszívta magát, nézd meg. Biztos sok Chuck Norris nézett a hétvégén. Walker a texasi kopó, majdnem rosszat mondtam, elnézést. Majdnem szopó lett belőle. Na. Á, ide belerakom, most mit csináljak vele? Na most kurva gyorsan. Elugrunk a virágboltba, azt veszünk valami muskátli magot, amit belepattintunk a kis kertünkbe, és tudjuk zabálni, rákcsálni a muskátli szárát, hogyha nagyon megéheznénk. Jó, látjuk, látjuk. Na várjál. Arcba bepattintunk egy ilyen MSZP-s szódát, egy házmestert, hosszú lépés ügyileg. Oh shit! Hát az itt is lehetne még mazsolázni, nem? Itt is van egy-két ott felejtett húszcafat. Egyből ide a barlang mellé költöztem? Hát bazd meg, olyan tehetséges vagyok, hogy az elképesztő. Gyere ide, Bambi, kapsz egy nyakast. Gyere! Ütlek, borúsz, fekszel. Nyakad nyúljon meg. Jó, a faszom kergesse, hát nem igaz. Nézd meg. Olyan makacs ez a kurva őz. Gyere ide! Hopp! Nesze köcsög! Ennyi! Gyerekek, meg is van. A bogrács, indul a buli. Valakinek lagzik. Laggol, gyerekek? Lagván? É? Válaszoljál már. Az Isten áldjon meg. Na várjatok. Jó, lerakom azt, arra megnézem, hogy mi van. Nálam megyen. Nincsen lag. Ne rígjatok már, mert felsírok, mint egy újszülött már megint. Hopp, a macska vinnyogó. Jó. Mentünk egyet. Mert most csak azért, mert ha lerakom azt arra, képes bebugolni, és akkor ilyen FPS ügyileg szar kerül a palacsintába. No, gyerekek! Lobbansd a bográcsot, kis köcsög, indul a buli. Miért akarok zabálni? Hát fullon az energy. Állj már, lehet, micsoda pazarlás. Oh shit, ledőlünk egyet, gyerekek, mert éjszaka lesz. Itt nem lehet aludni? Ja de, jó. Bazd meg, azt hittem, nem lehet aludni. No,
És bezeg este van. Hát gyerekek, itt van a kis ablakunk, itt fogunk kihajolgatni. De durva, most hallom, hogy mozog a környezet. Ú, de jó, megmondtam, geci, mozgó környezet. Mi? Kézed a hetedik órát környezet, azt elmozog. Elszalad a gecibe. Na, úgy értettem, hogy hallottam, hogy a bokor recseget, meg ilyenek. No, nézzük, terítsük le a kis szutykos lepedőnket. Főzünk egy ilyet. Most már nem fogunk fázni, mert a szutykos Bambi bőr a csuklónkon van. Azért nem álltam neki főzni, már megint tele van az energia, meg minden, mert most mi a faszomat csináljak? Hát este van. Gyerekek, ilyenkor rovázás következik a harmadik vágányon. Fölzabáltuk az egyetlen és csodálatra méltó Bambi farhát. Most vettük a piacon. Hát és most milyen faszomat fogunk csinálni itt a kurva sötétbe? Mert hogy egy zseblámpát nem nyitottam a ládából, de nagy birka voltam. Na mindegy. Egy ilyen buzis fákját csinálunk ide, hogy azért legyen valami hangulat. Gyújtsd be Margit. Jó van. Pityukománk a sötétbe lépdel, míg a veszes csöcsű rozál, nyitott szájjal elétérdel. Nyalná a kupakot, de Pityu elhúzza előle. Veszes csöcsű rozál. Ez mi a faszom? Ez mi? Oh shit! Igen, gyerekek, az összes Pestről volt videó, eddig majdnem felsírtam. De ez mi? Hát el tudjuk vinni magunkkal. És? Ez nagyon kemény, geci. Hát a váról indíthatós bus vannal megyünk, geci, vágod. Hát kicsit gyomorszájon verjük, azt kilő egy 2 kilós kuladarabot. Bárkit leszedünk vele, geci. Csak úgy fognak hívni a környéken, hogy a sniper. Beszarsz. Hát ez nagyon jó. Igen, megint, mint egy romantikus Jimmy koncerten. Bukott diák vagyok még, nem bírom el a szenvedést. Öngyújtóval a kézbe. Hát mindegy, menjünk a faszba. De ez nagyon király. Ilyenek vannak már, sírsz. Igen, mindenképpen akarom csinálni az update-es videót egyébként, mert mint mondtam, az egész játék fejlődését tulajdonképpen végig lehet követni a patch videóimmal, és ezt nagyon szeretném megszakítani. Úgyhogy eltesszük ezt a szart. Azt a szart is. Egy kavacs. Gyerekek, az ég. Hát az mindig elképesztő amúgy szerintem, de mindig legyűgöz, ahogy kinéz. Mindjárt jön Optimus fővezér, ad nekünk egy 1,5 liter fékolajat, hogy be tudjunk gyújtani faszán. Na merre, menjünk erre, azt tudjuk, hogy lesz valami, nem? Hát de... Kommandózás. Mi a faszom, jönnek az UFO-k, itt világít a fű, geci. Ja, a hold. Azt a... Nem tudom, egyébként valamiért jobban hallom a játékot, gyerekek. És olyan neszeket hallok, amik eddig nem. Hopp! Egy 1002-es Lada motor, gyerekek kompletten. Hát úgy néz ki, mintha az lentileg rozsdás, de ez egy fadarab. Lavírozunk tovább. Hát egy kurva sötét van, nem? Úgy hallottam, van valaki. Úgy hallottam. Na várjál, bazd meg. Csinálok olyan fákját, elrísz. Ó, hát ezzel is lehet világítani. Egy kicsit. Nem is rossz ötlet. Megyünk tovább. Mert basznak a verebek a jegenye fán. Súvá, vápáp, súvá. Félelmetesebb a játék. Most valamiért... Mi a faszom a világítókő textúra?
Oh, shit! Oh! Hum vagy? Szard össze magad? Állj fejed! Majd... Mint ha bazen valaki a vállam mögött belevisított volna. Ez már egy szexuális felajánlkozás. Busmanul azt mondta, hogy mutasd az acsid. Hagy egyensúlyozzam az államon. Hazamegyünk. Hazamegyünk, mert a végén még segbe robbant minket valaki. No, gyerekek. Csupa izgalom. Telefonon írják, hogy laggol. Gyerekek, nem tudom, a telefonon a kurva életbe. Fönn lesz a frutyubon, elvileg. Igen, egyébként mindig mondja valaki, hogy izé. Hogy nem áll, ne égjél már, bazd meg. Azt a kurva mennyi fa van itt, nézd meg, ennyit pazaroltatok el, hogy süljön rátok a két hetes zokni. Most nem tudom, mit kéne csinálni. Igen, a telefonnál egyébként mindig baj van. Gyerekek, az új dolgokat nézzük már meg, azokat nem is ismerem. Ó, hát ez azért nem mindegy. A szexuális segéd eszközöknek milyen jó és praktikus polcocska. Igen, de az is újdonság. Na mindegy. 8 darab kell. Hát mi ez, geci, az IKEA-ban nem használok egy szekrényhez 8 darab farönköt, 2 métereset, bazd meg. Hát abban van anyag, abban van anyag. Ott a repülő. Hát arra vele kéne mennünk majd. Ha már így észrevettem. Én azt hittem, kurva messzen vagyunk. Ez hihetetlen amúgy, hogy 8 darab rönk el egy szekrényhez, gyerekek. Hát komolyan mondom. Menjünk vissza a géphez. Nem akarok, mert... Hát itt szakadom. Morék. Nézem közben... Az mi a faszom? Ja? Hát jön a izé, McDonald's megnyit, tudjátok, az új brand a szigeten. Nyitottunk egy McDonald's-ot. És ezek a pöcskenőcsök most jönnek. Langyos kutyaszaros palacsintát fognak rendelni. Mi itt kihajóval fogjuk osztani a nyakasokat. Hát az előbb tényleg azt hittem már UFO, bazd meg. Mondom, mi a picsa világ itt? Möntünk egyet nagyba. Ki az, Bushman Tiesto? Alatt egy szvegzi is. Messzes csöcsűrozás sehol, gyerekek. Szerintem az fölmondott, amiért nem videóztam egy hétig, azt fölmondott. Nyugodjatok le. Na, elvonultak. Há, micsoda békés brigád ez. Na már felvisított a vadvízi tehén a távolba, szokásához híven. Nem tudom, lehet, hogy valami izé. Az a csávó, az valami világítástechnikus a színházba, vagy nem tudom. Olyasmire gondolok. Eljönnek erre vissza, jó? Ledőlünk gyorsan szunyókálni egyet. Hát, ha nappal lesz. Ez mégis mi a faszom volt? Leszpamnolt mellénk a Terminátor? Vagy tényleg izé Optimus fővezér megérkezett? Ó, nem, ez a környékbeli kézműves szakkör. Milyen lelkesen szaladt oda, láttad? Építik itt a UPC hálózatot, tudjátok? 3G-s, meg mobil internet. Ja. Csorik, napszámban vannak. Egy marék szotyi ilyen naponta. Igen. Szakszervezetet kéne létrehozni, amúgy azt akkor egy kicsit ki tudnának állni a jogaikért. Egy-két sztrájk, vagy valami. Na, de mindegy. Na, csak elmennek, jó van. Kivágjuk ezt a fát, Csori. Lőjé, geci. Csak halkan, nehogy meghalljanak a kopaszok. Jó, nyugodjatok le.
Csak nem jönnek vissza, nem hiszem, hogy visszajönnek, mert elvégezték a csodálatos műalkotásaik, elkészültek, még három log. Hát azért komolyan így, egy szekrényhez ennyi izékkel. A világon nincs ilyen szekrény, bazzeg, ami három fenyőfából készült, az 2 méter magas, meg 1 méter széles, nem? Ó, itt van az izé. Jó, nyugodjál le. És akkor még egy darab kell nekünk. Mi a fasz van? Nincs több egy izé? Itt árulást érzek. Az előbb itt volt bazen egy 4-5 izé szétdobálva. Most még ilyenkor ez sincs, hát ez a kedvencem. Felsírok mindjárt. Igen, kurva sötét van, nagyszerű. Jó, hagyjuk a picsába, kivágok itt. Hol a tűz? A lelkemben! Na, azogjál pityú, bazd meg, mert így sose lesz belőle semmi. És itt jön a buzis grill party. Kérdezik, hogy mi van az új gép hely, a régi helyre állt. Nem állt helyre. Az nem olyan, hogy csak úgy helyre áll szerintem. De tettem föl egy pont ez miatt, a sok kérdés miatt tettem föl ma egy Dasis hangdeót, amiben beszámolok ezekről az eseményekről, hogy mi történt. Új gép. Hát nem új gép, bizonyos részei újak, és sikerült kiszűrni a hibát, de nézd meg a videót, papi. Ajánlom figyelmedbe. Na, energiával túlfűtött pityukoma ismét a réten hasít. Még a Bushman fanszőrzetéből egy szálat szakít. Vágja is a fát, nagyba, szerényen. Az meg, hogy elfáradt. Ki is zökkentett teljesen. Várunk egy kicsit. Ó! Oh, mi a fasz? VH, gyerekek. Azért nem szar a guri. Vágjad, vágjad. Rohadjon rád a cipő. Hát gyerekek, szerintem megépítjük az összes ilyen újdonságot, mert engem nagyon érdekel, hogy mire lehet használni. És? Bazd meg, és? Semmi? Hát ennyi, bazd meg. Hát legalább a szaros gatyámat rá tudnám tenni a polcra. Nem tudom mi az. Van ebből ilyen is? Hát ez mi a fasz? Gyerekek? Ez mi? Sörpad? Azt a... Hát a falunapra ilyen kellett volna. Jézus. Mik vannak még, amik ilyen izé nokedlik? Ez mi a picsa? Egy repülő csészehaj. Hát ez nem tudjuk mi. Nem üzemel. Igen, egyébként... Ó, oh, ez mi a fasz? Ó! Oh. Mi ez, kötél? És akkor bármire föl lehet mászni. Ez tök király. Hát új és érdekes dolgok kerültek be. Ez várja, még valami volt. Eső, es, húj rá az arcomra. 36 szúrás a teste. Mosd le a vért. Gyerekek, egyébként nem, inkább nem is beszélek erről. Ez olyan lehúzó. Most ugye kicsit több időm volt nézegülődni meg, hogy mi történik. Ez a háború, ukrán-orosz megmozdulás. Komolyan mondom, kizökkentett teljesen. Na, mindegy. Majd egy hangdeóba esetleg beszélek erről, vagy valami. Hogy ez is mi a faszom? Tehát ez mi? Ez mi? Sminkasztal? Vagy mi a bánatos lehugyozott sós kifli? Most őszintén, gyerekek. Őszintén. Hát ez mi? Oh my gosh. Jó kis sörpad a falunapról.
Na még egy logot összegerebjézek itt valahol. Nagyba. Ó, hát van itt minden, mint a bucsóba. Csak szét kell dikhozni. Hol van buksi? Ó, az nem a buksi. Nézd meg, már csikkeket keresnek, rohadjanak meg. Azért mennek úgy, mert nézik a földet, hát van egy félig elszívott deck, amire rácsaphatnak, mint tyúkszara. Mi van ott? Ja, semmi. Jó. Tényleg, hogy teljesen gyerekek. Azok mennek, nem tudom, ez a nyugdíjas, lehet, hogy ez a nyugdíjas csapás. Azért járnak erre. Erre van a faluba vezető út. Csorik. Na, ó! Mi az? Azt a... Hát ez tényleg egy smink, azt a geci. Hát ez kurva jó. Jó, mi van még? Itt van a kis sörpadunk. Ami egy újdonság-szerű. Ez mi a faszom? Hát ez mi? Valami szexuális segédeszköz, gyerekek! Ez megvan, megvan. Ennyi. Ahogy látom, meg ugye van ez a szabad platformos köteles homokládaság. Hát ezt igazából nem is nem tudom letesztelni. Totemek és semmi újdonság. Jó. Hát akkor nézzük meg ezeket. Hogy mi a lehúgyozott bánat van. Összegerebjézzük az elhullajtott logokat. Ez mi a faszom? Tényleg egy sörpad, gyerekek. A falunapra ilyeneket szokták mondani, hogy sok a köcsög, meg evés, ivás, szórakozás, tudjátok. A közbiztonság. Mert tudjátok, hogy a majális az a szeretet ünnepe. És a többi. Fölkapjuk a vállunkra ezt is lazán. Egy bolha ugrik éppen, pityukoma. Szán, szán. Jó, hát hozom a rönköket lelkesen, aztán nem is kell sehova, bazd meg. Oh shit. Na hát a Gajszedő utca 3, mi volt ez? Oh, csori. Réce, ficcenő récét pofánbasztuk a MSZV-s baltával, csori szegény. Mindjárt jön a Greenpeace gyerekek, itt fognak reggel 6-kor sztrájkolni. A cyber ficcenő réce meggyilkolása miatt. Na, hát azért már milyen pofás kis putrit rittyentettünk, ebben röpke. Nem is tudom mióta megy egyébként. Mióta megy? Tudja valaki? Haló? Jó napot? Igen, a UPC szerelők ismét. Hopp! Ott szaladt a csita, láttátok? Biztos talált egy dekket, az törőmébe elkezdett rohadni. Nem, itt jön. Hello! Pacsi, pacsi. Egyedül vagy? Gyere na! Gyere na! Megtarthatod az álladon a golyóimat. Ez mi a picsa? Nézzük meg, gyerekek. Szikla. Úgy nézett ki, mint egy halott akármi is lehetett volna. Na de térjünk a tárgyra. Megépítjük azt a retket. Hát arra a sörpadra kíváncsi vagyok, bazd meg. Nem tudom, kiteríti a sajtos Párizsit és elkezdi haszelni? Menj innen. Ezt nem lehet használni, vagy most mi van? Ne bazd már. Pedig a spanokkal miért lehetne mulatni? Nem kezdtem új játékot, relax, relax. Ez csak egy ilyen rögtönzött megmozdulás, ennyi a sztori. Nincs új játék. Régi van. Na gyerekek, nézzük meg, hogy... Az mi lehet az is? Mondjuk elég baj, és elég borzasztó. Ez borzasztó. Az, hogy nem lehet használni ezt a kurva sörpadot. Megsértődtem. Igen, sértve érzem magam. És szomorúnak. Jó, ilyen buzis galjakat kell szednünk egy köbmétert.
mint a Rőzsi is néni. Végig lavírozunk. Hol van az a szar? Itt. Hát te mi a faszom vagy? Most őszintén. Napelem. Napelem fából, more. Nézzük meg. Nem jutok szóhoz, gyerekek. Ez mi a faszom? Ez a rejtélyes balta eset, ami hozzáragad egy fa... egy izé bothoz. Nem a szorogja. Hát ez kemény. Ez a kemény, gyerekek. Nem a tüdőgyulladás. Hát elvileg minden megvolt, ami új, de azért még lecsekkolom. Hát, ha van valami. Ennyi az egész. Közben olvasom, valaki írja, hogy az egyik gyógyszertartó, másik fegyvertartó, robbanószer tartó. Azt a kurva, robbanószer tartó. Oh, hello! Szapole Bori, nehogy ide szarja kezemre. Mert megtalálok, tudom hol laksz, kis köcsög! IP címről lenyomoznak. Ja, ez nem az, jó, van mindegy. Igen, hát ennyi gyerekek, ez az újdonságok. Ez a buzis könyvespolc, amiből... Igen, már beszéltük az IKEA sztorit. Sörpad. Vagy akkor ez nem sörpad? Tehát az én mocskos fantáziámban létezik ez csak? Hát akkor ezek szerint ez is valami várólindítatós műbroki tartó. Na mindegy. A kedvencem tényleg, gyerekek, az ez. Tehát várólindíthatós busman. Egy határozott mozdulattal főkapjuk a vállunkra, és így összerántva a gyomrát, másfél-két kilós szardarabokat lövel ki, fénysebességgel a púzóján. Hát Csuri Meszes Rozit, ha ezzel a homlokon lőnénk, hát lehet, hogy ránctalanító krém jelleggel használt vehetné, de nem hiszem, hogy az öröm vagy a mosoly őszinte lenne az arcán. Nos, most szerintem, srácok, most megnézem, hogy mióta megy a stream. 42 perce. Én most itt csinálok egy szakítást, mert ezt át akarom tenni a Frutyubra is, úgyhogy mindjárt jövök.